Hölgyeim és uraim, üdvözlünk minden kedves idézőt, nézőt, szurkolót a hétvégi szombati napi Európai LCS napjának második mérkőzésén, ahol a Unicorns of Love nem fog játszani már, majd csak később, hanem a Schalke fog játszani az Istuké csapatával. Jó magam, Pirsz vagyok. Szia, kedves Livius! Szervusz, kedves Pirsz, és ismételten üdvözlöm a kedves nézőket. Így van, Schalke Istuké mérkőzés, amit ugye korábban Csió kollégával úgy vezettünk fel, hogy hát picit azért egy oldalúnak kéne lenni, de az Istukével érdemes számolni, hiszen változások történtek a csapatnál, ahogy már ugye egyszer említettem, aki esetleg akkor még nem tartott velünk, ugye a korábbi eléggé rutinos dzsungelesüket Santorint a kispadra küldték, és kédről lett az új dzsungeles, illetve Selfie, a már törzsgyökeres H2K tag érkezett a középső ösvényre, tehát egy másik felállásról beszélgetünk. Másik felállásról beszélünk, de az H2K csapatának azért mindig bele lehet nyúlni picit a stratégiai gondolkodásaiba. Pont megkérdeztem egyszerűen, hogy beszéljünk róla, én szeretnék róla beszélni, az H2K nem véletlenül áll 1-5-ben, ugyanis nagy valószínűséggel jó lenne, pontosan most már 1-6-ban minden igaz. Igen. Fontosan egy kicsit stratégiát gondolni azt, hogy mit szeretnének építeni. Most az üresség kombó is egy jó dolog, látjuk, hogy aki, van, aki aktívan használja a Lázs Schalke, de ettől függetlenül maga az, hogy túl sok a tank, és csak egy vagy esetleg két carry-re hagyatkozunk, az nem mindig működik. Lázs, ez az előző kombó nekem baromira tetszett. Az, hogy a sebzés horrozást, fizikai sebzés horrozást megoldjuk kabasárból a felső esvényből, ez tök király, és hozzuk az X-et ugye maga lövész pozícióba, tehát mágusnak, ez is jó, de akkor is már három darab carry pilléren áll egy csapat kompozíció, ami szerintem jobban megy most ebben a metában. Az, hogy ne csak feltétlenül mindig két karakterre üljünk rá, vagy két sebzés horozóra, szerintem ez jobb. Ettől függetlenül nem mondom, hogy egy sokat magukáj eltűnne valahogy is az egész játékból, mert nem. De picikét talán az Istükének megmerném kockáztatni, hogy érdemes váltani egy kicsikét több sebzés horozós kompozícióra. Tippelem én ezt jelen pillanatban. Alapvetően egyetértek veled, talán a leghasonlóbb a két csapat között, hogy mind a két csapat még keresi a saját játékát. Tehát mind a kettőnek azért vannak működő húzásai, meg kevésbé működő húzásai, de olyan tipikus sálkés, vagy tipikus H2K stratégiát nem tudnék mondani az elmúlt hetekből. Igen, persze a sálkének egy problémás kezdése volt, ugye abszett betegsége miatt, és azóta sem érzem úgy, hogy még tökéletesen beleilleszkedett volna a csapatba, de már javult. Tegnap volt egy eléggé kellemetlen túlvállalása, ami egy kis túlzással a mérkőzésből került a sálkének. Az ilyeneket kellene elfelejteni, és akkor onnantól kezdve tényleg egy nagyon-nagyon erős alsó esvénypárosról beszélgethetnénk. És aki szerintem a Schalkének most az abszolút húzó ember, az Nyugdek. Nyugdek elképesztően jó teljesítmény nyújt hétről hétre, folyamatosan karaktertől függetlenül mindig pozitív statja van. Nyugdek sohasem volt rossz játékos, csak néha kicsit árnyéka volt önmagának. Nem volt ilyen szembetűnő pléjei, de mindig az átlag fölöttét hozza, tehát soha nem kap ki egy 0-2-0-3-ra, pedig ugye az elég gyakori mostanság a 2-3 gyilkosság középső és ilyen maga szóló játékban is egy kis zsengeres támogatása. Tehát Nyugdák nem azt mondom a világ legjobb középső és mert akkor azt mondjuk, hogy Caps, mármint tehát nem Nyugdákot, de alapvetően soha nem übereli a rossz tulajdonságait, tehát mindig megvan az a bizonyos játék, amit kell, nem játszik rosszabbul. De, hölgyeim és uraim, ne is húzzuk az időt, meg semmit, hanem a Schalke No Fear csapat a kék oldalon fog játszani, és az Istuké velük szemben. A bajnok választás pedig ennek köszönhetően így fog elkezdődni egy Jarván tiltással, egy Tamkencse reakcióval. Így van, az Istuké választotta a piros oldalt, tehát a Schalke ugye így került a kékre, talán jobban is illik a színükhöz. Kalista tiltás közben nem hiszem, hogy túlságosan magyaráznunk el, mostanában azért eléggé stabil tiltás. Illetve ugye a Jarvanokról tudjuk, hogy Észak-Amerikában például nagyon rosszul működnek, ott nagyon-nagyon sokat veszítenek velük, viszont itt Európában azért jobb a statisztikai arányuk. Azért nem hiszem, hogy újra magyarázni kellene, az egyik legerősebb középső ösvényes, és igazából még egy Rice-t várok. És jó, hogy mondod, mert nem is kicsivel rosszabb a százaléka a Jarvan nyertes meccsének Amerikában, kb. Kétszer rosszabb, mint Európában. Bizony. Tehát majdnem, hogy 60-70%-nál járunk Európa, még ugye az Amerika éppen 20%-ot kaszabolja valahogy alulról, simogatja, tehát eléggé gyatra. Ergo, jobbak vagyunk EU-ban a zászló kombóval. Na de mindegy, Kalista Rice tiltás jön még következőnek, és azért repül ki, hogy ha már Caps sem kaphat, azért szerintem Nyugdeknak sem érdemes a kezébe adni, jól gondolkozik az H2K. Viszont, mivel az első választás a Schalke-nél van, még érdemes egy eléggé core karaktert tiltani. Gálió? Nem Gáliót mondtam volna elsőkkel, hanem mondtam volna mondjuk akár egy Zoét, vagy akár Szedzsuani, de még a Braumot is, viszont a Szedzsuani választás ilyen Pride-hoz. Tankosság. Így van, úgy tűnik, hogy tegnap figyeltek rám, és Pride megkapta a tankos dzsungeleseket, beállt a sorba, mondjuk ki, mert Pride volt talán az, aki kilógott ugye a Kha'Zix, illetve némire jellegű Rengar választásaival. Három Kha'Zix is volt már. Igen, igen, sokszor játszott Kha'Zix, ugye az üresség kombót, amit már említettél,
többször megjátszotta a Schalke, és Csacsi is elengedte a csogátot kicsit. Hoppá. Alisztár érkezik az alsó ösvény a Promiscue kezei közé, és illetve Zek kédre ez. Zek nem rossz, úgy érzem, hogy ő Jarvan, illetve Sejani a három legerősebb dzsungeles a jelenlegi metában. Viszont akkor nyitva marad a Kerry felső ösvény lehetőség. Ugye Prime-nak megvan a Sejuania. Lövészőbe még nem nyúltak bele, de az, hogy Alisztár meg, ami támogató játékos, már azért valamit, hogy nem biztos, hogy Sheriff Kogmut fog választani, ha neki ugye mindenképpen fontos a védelem. Alisztár nem a legprecízebben tudja számára nyújtani. Camille felső ösvény jöhet Csacsihoz. Mind a fióra, mind a Camille olyan karakter Csacsi kezében, amivel előbb-utóbb azért 25-30 percnél látjuk kibontakozni a tehetségét ezzel a hőssel, ezekkel a típusú hősökkel, a kicsit bruiseresebb fizikális sebzésű karakterekkel, és nyugdák belenyúlhat most picikét a középső ösvénybe. Igen, nem várja meg a reakciót az éstökét, vagy a következő tiltó listát, jöjjön Zoe, ha már szabad, Jisuke példájában lehet tanulni, YOLO, jöjjön a Zoe. Tegnap ugye pont ettől a hőstől kapott ki, ugye Perkszellel játszott, nem nyugdek kapott ki, hanem a Schalke nyugdek azzal a LeBlanc-kal elég magabiztosan tartotta saját magát, sőt szerintem el is verte Perks Zoe-ját. Így érdekes lenne, ha az H2K pont egy LeBlanc-kal pár próbálkozna. Aha. Egyenlőre Jax, vagy Fiora, ha már emlegettük. Camille Fiora a felső ösvényen. Na ez azért egy ritka kombináció idén. Az ultimátum nagyon jó válasz, igazából nagy kihívás Fiórától. Ha már beragad úgymond a párbaj, a kötelező párbajt meg kell vívni, akkor jó lehet a Fiora Camille-lel szemben. A Jax eltemettem volna azonnal, hogyha az jön. Igen. Legalábbis Camille lesz szemben. Az első 10-15 perc tuti, hogy kapufa lett volna számára. Az viszont biztos, hogy a háromsak hatalma az eléggé közkedvelt választás lesz majd akár Camille is, Fiorana is, de inkább akkor a Hydra, ami nagy valószínűség hamarabb jöhet. Jön a következő 4 tiltás. Jana nem lehet, mondja ezt az H2K. De még az alsó ösvény teljesen szűz a Schalke No Fear-nek, még semmi nincsen választva nekik. Malzahár a következő, itt van, tehát Zoe-val szemben ezt retentő domináns, illetve óriási CC-vel rendelkező hős nem akarják meghagyni. És kíváncsi vagyok, hogy tilt-e az H2K lövészt. Ugye tudjuk, hogy érdemes megtorpedózni az alsó ösvényt, Upset remekül játszik Twitch-el, viszont ahhoz kell a védelem. Na például a Tarik, az, amit tegnap az H2K játszott, ma viszont nem érkezhet. Maradt Lulu, amit nem biztos, hogy el akarnak hozni, tehát akkor vissza kell nyúlni a metában lévő támogatókhoz. Gondolok itt Braumra, aki viszont nem jó Alistarral szemben. Ki van még? Talán Thresh, esetleg Shen, de ezeket pedig nem tudom annyira elképzelni Vendernél. Most gondolkodok. Tehát vagyok. Tália megy ki selfie kezei elől. Most nagy butaság lenne Kassadint mondani? Nem, alapjában mivel Kassadin erős Zoe-val szemben, Anivia. De Anivia. Froggen? Jöjjön, igen, selfizett egyet Froggennel. És jöjjön akkor egy Tristan a lövész? Okay. Jöjjön Tristan a lövész. És miért? Mert Leonát túrjunk be oda nyugodt szívvel? Adnám simán, de persze azért a Braum sokkal inkább hatásosabb, főleg úgy, hogyha azt mondjuk, hogy a tankosság eddig valamennyire az alappillér volt, egy tank Sejuaniként kevés lett volna összességében. Persze Leona is viszonylag ezt tudja képviselni. Xayah hát vagy Kindred? Jungle-esek van Zac formájában, bocsánat. Igen. Tehát a Kindred-et elengedném. Kogmo érkezhetett. Pont azt mondom, az nem kéne jöjjön. De... Inkább Varus. Szerintem is egyébként, igen. Egyrészt a Kogmót meg tudja állítani a Braum is. Ezért pedig már volt tegnap is, de marad a Kogmo. Akkor úgy tűnik, hogy a játék késői szakaszára építkeznek, és megpróbálják az első sort előre küldeni, aztán pedig választás elé helyezni a Schalkét, hogy most Aniviát vagy Kogmót szeretnéd-e megbüntetni. Érdekes kompozíció mindenféleképpen, azért érdemes megnézni, hogy Tristan a hívők töménye nélkül fog játszani. Tehát ugye Braum nem az a karakter, akinek ezt meg lehet vásárolni, ergo egy óriási erősítéstől esik el Upset lövésze. Viszont a Tristan önmagában is nagyon nagy carry potenciállal rendelkezik, ahogy a Kogmo is, csak hogy Zoe elvileg tudja tüntetni Sheriffnek a Kogmóját, de ahhoz olyan pozíció kell, amire nyugdek viszont képes, hiszen ő pont ebben az erős. Most Anivia híres arról, hogy nagyon jó döntés számára, amennyi lehetséges életedőt magára stócolnia. Tehát a korakpálcát abszolút kultiválnám nála, és mind olyan típusú karakter, olyan tárgyakat, melyekkel az életedőket nyer még Zoe-val szemben, és itt a kulcs szó, hogy Zoe-val szemben, tehát az a bizonyos kicsikét lengébb és gyengébb karakterekre viszonylag nagyokat tud zúzni Zoe, de egy Anivia szerintem valami baromi jól fog tudni rá majd reagálni, és a falat sem felejtsük el, az ulti ide vagy oda, de ez a falnak elég jó kis távolsága van arra, hogy ki tud helyezni, és kicsikét meg lehet majd szivatni a kicsi lány, de
érdekes lesz azért annyi, hogy az Zoe párbajt középen szerintem nagyon ritkán látunk. Nem is emlékszem, hogy itt idén még biztos nem volt. Nem, most nem is csak ezt gondoltam, eleve ritkán látunk legalábbis annyi Viazóit szerintem, még az EBL-en sem hiszem, hogy találkoztunk vele. Nem. Érdekes lesz selfie, mit tud csinálni. Igen, a selfie azért már eléggé törzsgyökeres H2K-tag, legalább annyira, mint amennyire Upset ugye a sálkébe helyezkedik el. A közönségnek pedig tetszik az összeállítás. Igen, alapvetően azért egy szívet meleget a dolog, amikor váratlan. Tavalyról megmaradt fönetikes pólókat felvették, mert idén még nincs miért felvenni, legalábbis én így gondolom, bocsánat. Nem áll olyan rosszul a fönetik. Nem, persze csak hát aranyosan néztek. Nem voltak túl nagy drukker, nem tűntek túl nagy drukkereknek, de ez a fránya előítélet, bocsánat. Schalke, H2K, ahogy mondtam, idézők szórakával be is jöttünk, ez a mai nap második mérkőzés, és még három meccsünk lesz majd Európában, aztán pedig Észak-Amerika is lesz, mert 11 órától ne felejtsetek el. A közösségi médiánk pedig lehet minket követni, ma is láttam egy csomó kérdés, hogy hol van Tana, hol van Buci? Ezek Pölö közösségi médián mindig megtaláltak a megfelelő információk, hogy miért nincsenek Pölö most itt, de Buci majd este amúgy jön. Így van. Csak hogy szólok. Ő lesz ma, Észak-Amerikán találkozhattok vele. Köszönöm, pedig nézzük meg a tárgyválasztásokat. Upset, illetve Vendor úgy tűnik, hogy ők berendezkedtek a védekezősebb alsó ösvényre, hiszen Dorán Pajzsát vásárolt Upset. Ezzel szemben ugye Sheriffnél van a Dorán kardja, tehát azt mondják, hogy Promiscue és Sheriff talán többet fogják piszkálgatni Upsetéket. Érthető, hiszen Upsetnek szüksége van mindenféleképpen legalább a Szent Háromságra, hogy sebezzen. Eközben Selfie pedig arra rendezkedett be a Rúna választásának köszönhetően, hogy ő nem akarja engedni Nyugdekot, hogy rátolja az ösvényt, és emiatt hátrányba kerüljön, hogy torony alatt kell farmolnia, illetve hogy Nyugdek elléphessen az ösvényre. És picikét szerintem akkor beszéltünk arról, hogy kit vársz hamarabb egy megfelelő rajtaütésre, és kire? Tehát egyrészt, hogy Szedzsuáni vagy Zeki jönne hamarabb, és hogy hova érdemes? Érdemesen hatos szint előtti Zoét még megpróbálni megsanyargatni, mert én azt adnám. Zoét mindig jó ellásvángol, mint egy pici Eni. Őt is jogyan verni, mielőtt rá nem Uri Macival ugye már kicsikét Rabotonnal kiegészülve, mert az fáj. Továbbra is lehet, hogy Zek lassan van, hallod a Jungle-ben Szedzsuáni ezt kívül, de mindig Zektől várok hamarabb rajtaütés, mint Szedzsuánitól. De a játéki végső szakaszában azért a pattanyunk az nagyon sokat fog tudni jelenteni, be tud lépni a hátsó frontvonal mögé, és mondjuk kiszedj ilyen Upsetet be a buliba. Az jó lehet. Tegnap ugyanezt játszott a Pride, Szedzsuáni Zek ellenfeleket, és az volt a taktika, hogy őt vitték be és leszették a hátsó sor segítségével. Szerintem is Zeknek kéne korábban érkeznie, hiszen nagyobb lehetősége van rá, illetve hát váratlanabb helyekről tud menni. Viszont ha azt nézzük meg, hogy hova érkezhet, Csacsi a falhoroggal tud távozni, Nyugdek ugyan büntethető egy ideig, egész addig, amíg nem tudjuk, milyen képességet kap ugye a kis Luffy-ból. Upset ki tud ugrani, Vendor megvédi, tehát nem hiszem, hogy könnyű lehetősége van a rajtaütésre, maximum idézői képességet tud elvenni a sálkétól. Na, és ezt pont megpróbálhatná, kivéve, hogyha Nyugdek nem gondolt volna erre, és nem adott a győrszem. Pride, jókor, jó helyen, abszolút nem számít erre az és a passzívja bánhatja akár az ugrás, jó? Ennek köszönhetően pedig így visszlát. De az első tasli az megjött Pride-tól, azért ehhez ne szokjunk hozzá, hogy Pride mindig ebben a jungle-ben fog majd bóklászni. De a játék első buffjának lopását sikeresen végkezít a Pride, így pedig már egy buffal kevesebbet kell beosztania Zeknek. Sőt, elviszi a krugokat is, ha jól látom. Ez pedig tapasztalati pont hátrány lehet. Ezért ez komoly hátrány. Bizony. Tudjuk ugye, hogy ezért a dzsungel haladásra, ahogy te is mondtad Pride-nak, gyorsabb lesz ezzel a Szedzsuánival. Hát így még aztán főleg. Ez pedig Kleptomán Fióra, úgy tűnik, hogy a Kleptomán a gyengítés nem tett elég kárt Fiórában ahhoz, hogy ne hozzák erre. Gyorsan meg kell szerezni ugye a Tiamatot, és utána a fekete hasítóbárd után már tud csebezni. A kérdés az, hogy Csacsinak vagy Smitty Jane-nek lesz előbb Tiamatja. Ez egy jó kérdés, ezen a kábítás. Minionok jön ki Anniviától, kifárasztás ki a Nyugdektól, hát lesz majd neki másik idéző képessége. Miért is ne pocsikolhassa őket nyugodt szíve, nem kell félteni a Zoétól. Egyik mesterségének címere pontosan ez. A lopós, a második szó inkább nem mondom. Szedzsuáni, aki bekerülhet majd talán Anniviára, csak nem a legjobb oldalról érkezik, mert ugye kicsikét azért inkább dél fele mocorog Anniviával, így max lentről lehetne őt megtámadni. Csak hogy meg ugye látják. Viszont ha már Alistarra kitértünk, hogy jött és Komó elé nem biztos a legjobb párosításnak mondanánk, de a random Alistar érkezése középső ösvényre azok lehetőségképpen simán meg lesz egy kis pici kombóra beszállni a buliba. Az pedig mindenképpen fontos figyelmet igényel a Schalkét, hogy azt le is infózza majd szépen Zoénak, hogy hello, eltűnt Promiscue. Így van. Hát arra lesz lehetőség, egyelőre az összemjáték egyértelműen az H2K oldaláról dominál az alsó ösvény környékén, tehát ebből semmit nem, hát a falhorog jó.
Jó, a sebzés is Sweetie J-re. Nem teljes a sebzés, de azért elég pofás, és semmilyen választ nem is akart tervezni Fióra. Elfogadta azt, hogy Kemi jön. Na most ettől függetlenül az, hogy Kemi még itt az elején jó lesz Fiórával szemben, a hatos szint már azért valamennyire Fiórának kedvezhet, de még nem teljes egészében, főleg a fal vannak közelben. De a játék végső szakaszára biztos, hogy Fiúra az, aki elverhet bárkit egy V1-ben. Ezt ne felejtsük el, de egy csapatharcban azért mondjuk egy lövész bezárása van sokkal erőteljesebb, egy Kemil. Tehát mind a két karakternek van egy jó tulajdonsága, meg egy ilyen, hát jó, hát van egy tulajdonság kategória is. Érdekes lesz. De lövészgyilkosak. Alapvetően az 1v1 párbajban rettentő fontos a visszavágás. Ha Smitty J le tudja védeni a falhorogra elérkező Csacsit, akkor Csacsi hátrányba kerül. Ha nem tudja, akkor viszont a cserét Csacsi már meg is nyerte szinte. Úgyhogy ez tényleg egy érdekes helyzet. Azt tudja, hogy te is kiemelted az ösvény. Ajaj. Ez találkozó szinterőny is van. Ugres. Mély fogyasztás is lesz majd szépen lassan. Fél életerő, szevasz. Kellemetlen így takonykodni. Igen. Folyton haza van zavarva a kédről, és ezért Pride az ő dzsungelét fosztja ki, amennyire csak lehet. Nézd meg az őrszemeket is még, Lidius. Igen, azt akartam elég mondani. Elég baba őrszemek. Ugye, hogy a piros oldalt is tele őrszemezte egyébként az H2K, teljesen jó, csak teljesen mindegy, hogyha kédről nem tud oda menni és Pride-tól elvenni semmit, amíg Pride mindent lát, hogy kédről merre mozog, és nem is hagy neki semmit. Ez majd 10 darab tábor miniont jelent, ugye, előnyt Pride számára kédről szemben, és a ránátás az akkora előnyt tud jelenteni egy felsősvényes, betervezett rajtaütése, de hogy még könnyebbre legyen egy Csacsinak a helyzet ebből a felsősvényen, nem is biztosan neki annyira kell őrszemezni, mert sokkal többet lát, mint egy gyenge kis hármas bokor őrszemmel, mert mindent megcsinál neki Pride jelen pillanatban, szóval Zack mozgása neki is fontos, hogy látható, nem csak Pride-nak. Sokkal magabiztosan lehet fent pofoszkodni egy Kemillel így. Így van, Csacsi annyira feltolta az ösvényt a jelenlegi helyzetben. Ugye torony alá még nem érkezhettek, mert Pride nem volt meg hatos, tehát nem tudott Gletcher Burtonnel kezdeményezni. Csacsinak volt ideje elmenni és egy sutyirákot elhozni. Itt pedig látják ugyan Pride-ot, hogy vörösszederhátot hoz, de szint hátrányban kédrőnek esélye sincs lopni. És a jó kis Bami parazsa pedig már pörköli Pride pajtáját. Pallosát akartam mondani, nem pajtáját, teljesen más. Se baj. És ugye hatos szint már most megvan Szedzsően, és még csak 4-es kédről. Nem sok kell neki 5-ös szint, ez kb. Meg is lesz majd a kék leszedése után, majdnem hogy, amit ugye selfie kap meg. De azért egy Zack pattanjunk is fontos, hogy legyen, de azért Szedzsőni végső képességet se felejtsük el. Ő ezzel már mondjuk jöhet akár középre, akár fentre. De inkább az alsó esvény lehetne a legjobb rajtaütés, és mindig egy egyszerű gyilkosság, mondjuk egy kombó büntie. Alistar véde darabig, valameddig egy emberre mondjuk jól lett az elpofozása, de három ember nem fog megállítani. Egész addig büntethetetlen Sheriff, amíg van nála villanás, illetve stopperóra kombináció. Ezt egyébként a 8.3-mal felejtsük majd el, mert a lövészek eléggé a cipőt priorizálják. Ugye egy oldalra kerül majd a változtatásoknak köszönhetően. Szép a kombó promiszol, de ez csak egy kis válasz volt egyenlőre. Sheriff kettő darab alaptámadás kapott összesen upsettől, és már fél életre van Tristana. Ez viszont egy jó helyzet majd Pride érkezésére, amikor ilyen kevés az életerő, és hogy próbálnak majd megtámadni téged valamilyen utó módon, és második kék, vörös. Ez piros, vörös, lopásra jön Pride, amiben hát kétről szomorúan támozik, és meg sem próbálta a sújtás párbajt. Itt van selfie is. Így ez van. Azért botrányos. Amikor van egy Pride, és ennyire letáncolja a jungle-et ezekkel szemben, kellemetlen. Csacsira pedig jön a válasz, nagy kihívás pedig éppenséget csattansz, mint J-től. Csacsi pedig válaszol valamennyire. Van bokor, jön szemből egy Pride, van teleport is, ultimátum. Akkor harcoljunk, Braum. Csacsi bajban lehet, virani is kell lassan, nem? Ott egy helyben álló gyönyörű szép aranyembőr, miközben Smitty J lép vissza, és még Csacsi is megjön pofátlan módon, Smitty J pedig meghal. Pride az első gyilkosság. Csodás! De azért itt hajszálon táncolt picikét Csacsi, csak kizárólag a kábításra jött vissza, aztán megint visszahátrált. Szép játék, és nem kellett villanni ehhez. Így van, mondhatni, hogy calculated. Hát konkrétan azért egymásra voltak építve a kábítások. Igen, Csacsi kis szerencsével úszta meg. Ouch. De szerintem a tojás igen, még elérhető. Selfie ügy komolyabb bajba nem kerül. Na, érdekes lesz majd a visszajátszás, hogy Csacsi mennyi életerővel jutott el onnan. És ez még egy teleport. Ugyebár Smitty J-től. Tehát ösvénycserét láthatunk. Úgy tűnik, hogy egyelőre azt priorizálják, hogy
hírnökre. Na nézzük csak meg a visszajátszásunkat, hogy a Csacsi elrontja a falhorgot Smith-t, de a visszavágás sem használja el, viszont a gyenge pont rossz helyre kerül. A nagy kihívás nem tudja leütni, mert Csacsi gyorsabb a W-nek köszönhetően. Teleport Braumtól jön, azonnal érkezik az ultimátum, és Pride már gyűjti a mélyfogyasztás. Együtés és villanás után fogják lefogyasztani, utána jön Braum, utána megjön még egy fogyasztás, egy kábítás, és hiába dob fel két embert, a Sundi buborék már olyan helyzetbe teszi szegény Fiorát, hogy esélye nem volt menekülni. És a Sundi buborék volt a fő momentum, még plusz, amit mondtál, és nagyon jó, hogy még nyugdák, és fényévekkel hamarabb jött föl fentre, ugye, mint selfie tehette volna. Hát igen, azért egy 4v2 kötőjel 3 az sokkal kellemesebb, mert még selfie konkrétan a vörös hátsó bokláig sem ért el, mire Zoli már fönt bandázott. Ez persze egy mozgás előnyt jelent, és hát csapat szinergia. Jobb csapat szinergia? Akár. Mindenféleképpen így van. És az, ezt a csapatszínegét egyébként megmutatta az is, hogy mennyire szépen építették egymásra a kábításokat. Tehát először ugye mélyfagyasztás, a harapós fagy, majd egy falhorog, és a Sundi buborék lett volna a lezárópont. Oké, toronycsere, de az első tornyot a sárke hozza el, illetve sárkánnyal is ők erősödnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó csere egyelőre Csacsiéktól. Aha. Hát igen. Mondjuk az előző meccset nehéz lesz überelni, három pokolival meg egy hegyel, de meg az esély rá, csak az elkezdeni lassan civálni a sárkányokat. Az első pokolival ez meg is történik, 11. percben. Hírnök. Hát felhőjön. Már annyira nem lesz jó, de azért a felhő sem piskóta egy kemény számára. Ha ezt elhozza a hírnököt legalábbis az H2K, akkor azon még lehet válaszolni középsősöny külső tornyára például. Kérdés, hogy ki hozzá, mert az Egg hozzá, akkor még lent is el lehet indítani ezt a bizonyos Robikát. Most jön upset. Meg a hírnök, de lebukott az H2K. Be akarják ezt szorítani, vagy nem a csapatot? Nyugdák. Ez nem talál. Hát abban nem fog senki sem elaludni. Próbisz, jó a sebzés, az égetés is kiment amúgy rá. Így van, el is kellett használni a törhetetlen akaratot, hogy távozzon onnan, mert kapott még egy kábítást. Ez veszélyes lett volna Alisternak mindenképpen, de hát ugye amúgy az akarat. Morello volt, nem égetés, bocsánat. Igen. A Morello kapta meg végül szegény a Bikának a hátát. Pride pedig, ő már kiterjesztette a határait. Tehát hogy nem érdekli, hogy ez hivatalos az ellenfél, neki ez kell. Hát, túl sokat rizikózott régen. Aha. Rád is így elfoglalt területeket, aztán az ő felhatósága körülbelül Vendőrre találkozik serifékkel. Azért Brown nem szokott általában poénból agresszív lenni, általában valami van mögötte, vagy valakik vannak mögötte, miközben érkezik egy szünetünk. Tényleg, hogy Csacsinál van valami gond. Csacsinek az egere. Nézd meg, nem mozog. Istenem. Igen. Most ugye... De mindjárt kiveszi, megfordítja, kiveszi a kis görgöt, és letakarítja benne a kis golyót. Az igen. Igazi old school játékos, azt mondod? Jó volt az, jó nem, volt az. Itt valami kábelezési probléma van, ha jól látom. Egyébként láttuk ugye statisztikát, ami az akció miatt kicsit elmaradt, de hogy Vendernek nagyon nagy sikeré vannak Braummal, 21 győzelme és 14 veresége van, ami LCS rekord ezzel a hőssel. Tehát, hogy ugye azért Vendor is egy régi motorról sem emlékszünk rá a forgiveni időkből, és annyira jó, hogy mutatják így előre, hogy Csacsit nézi mindenki, jobb oldalra vannak elfordulva. Egyelőre infónk nincs, csak az biztos, hogy egérgond. Ez egér elég fontos eszköz. Hát igen. A megfelelő játékhoz, ezért ezt valljuk be. Kis kábel igazgatás után, meg egér mozgatás után úgy néz ki, hogy talán jók vagyunk a szeren, legalábbis azt látom Csacsi arcán. Igen, az egér mozgása nem jó, ezt mi is szerintem betippeltük. Igen. De ez most már a hivatalos info, és köszönjük szépen a kollégáknak. És jöhetem upsetni, és a mi esti probléma van? Mert oda ment a versenybíró úr, Csacsiék pedig. És megmondom őszintén, hogy azért, a Csacsi arcán is látszik, meg az egész Schalkenek, hogy azért ez eléggé fontos pont lenne, hogy a hetet ne zárják 0-2-be. Ez kötelező pont lenne. Eddig a Schalke minden hetet egy-egyben zárt. A kötelező szót én már annyiszor mondtam, és akkor soha nem az lett a vége, de igazad van, mert kötelező pontnak kell lennie, de inkább csak egy nagyon fontos és jól megszerzett, és nem is tudom. Ezért a pontért meg kell harcolni, mert az H2K se piskóta. Az, hogy most igazából az alsó féltájon van nagyjából a pont a táblázatban, az még nem azt jelenti, hogy az H2K gyenge. Nincs elszíges csapat, amire azt tudom mondani, hogy gyenge. Talán az Orihan. Tavaly arra azt mondani, hogy gyenge, de rájuk semmiképpen sem. Náluk is azért érződik ez a még nem szoktunk össze kategória. Mert azért a Schalke is alig egy kevesebb, mint két hónapja jelentette be a csapatot.
és már azért egy bő fél hónapja megy az LCS, szóval csak másik hónap előgyakorlás volt végül is. Igen, és nem csak egy embert cseréltek le, vagy kettőt, itt abszolút kívül mindenki új, de senki nem játszott még ezzel túl sokat, egy oppá! Jó ét, selfie, ebből instant alvás lett volna, hogyha nem villanás. Nincs villanás, igen, de volt. Nem baj, stopperról a villanás kihozva, az utolsó mencsvára már csak a tojás maradt. Ráadásul nála nincs, ugyebár felított varázskönyv, tehát neki ez egy 5 perces villanás, ami azért hiányozni fog. És egyébként látszik az, hogy a Schalke valamennyire azért kicsit magára kezd találni jelenlegi helyzetben. Eddig mindig egy-egyet játszottak, minden egyes héten, tehát igazából, hogyha most ezt megcsinálják, akkor mondanám azt, hogy papírforma, de ezzel meg én szoktam felső, és inkább ezt a szót elkerülöm. Akkor legyen faforma. Jó, tökéletes. Ha nem papírforma. Igen, az elődje. Az elődje, igen. És mi az utódja? Hát a papírnak? Azt igen. Inkább hagyjuk, az anyag nem hiszen csak átalakul. Kédről első rajtaütése, és nem rossz a kezdeményezés, egy villanás megért. Sőt, pattanjunk, helyett ultimátum. Csacsi mondja, ez ki is tud sétálni. Szép. Azért 1v2-ből nem mindig egyszerű kijönni. Főleg, ha van kétféle CC, ami érkezik ugye az H2-től. Csacsi megmenekül, teleportja van, tehát még gyorsan hazamehet. De hát azonban kiküldték ezt a nagy varnyút, ami Robika, meg igazából inkább bogár, mint hogy varnyú lenne, de ez egy tuti torony. Csak egy újabb toronycsere. A különbség az, hogy az H2-i ezért célpontot használt, tehát ugye elhasználta a szurdok hírnökét, a Schalke pedig teljesen saját magától döntötte be ezt a tornyot. Még T2-e beletrafálhat a hírnök alapvetően, van rá esély. Csak van a Schalkénél 3 darab teleport, tehát hogyha harcba mennek, akkor nagyon komoly helyzetbe kerültek. Bele, neki fog menni Robi, hát, igen. Hát akkor már végül is jó. Böm. Jó, nem azt mondom, hogy hatalmas a sebez már a második toronra, de azért legalább belement. Alapvetően szóval ámen. Egy hajszálnyival jobb az H2-i torony törése most, de nem hozta gyilkosságot, pedig kellett volna! A sújtással elhozza végül Kédről, de Selfie-nek kéne valahogy megvédeni ezeket. Ne! A passzív, Selfie-nek pedig lőttek a tobozzal, ugye ő elment, de viszont már Zek darabokra hullik a szívem. Meghal Zek, és lehet még fordulni. Ez pedig halott Smitty J kéne lenni. Nagy kihívás nincsen neki alapvetően. Ezért 2 gyilkosság Kemilnek. 3-0 most már a Schalke. És a 2300-es arany előny azért az már nem annyira rossz. És ebből is hozott támogatás nyugdák, azt se felejtsük el, megint ott volt a igen. Fiú. Bár Selfie most kicsit előbb ért oda, de annyit nem segített. Ez egy döntőpont, Csacsi megérkezik, és Kédről az, akire érkezik a kábítás, nem is a vörösszelehetet hozza el. Itt viszont szépen fedezi Selfie a sorokat. Az, hogy Kédről pont szétesik a nyúlos kar miatt, amikor Selfie-vel túloldalom van, az pekhez szituáció. Smitty J-t fogja meg Pride a Gletscher Burtonnel, így Csacsi nyugodtan lemészárolhatja ellenfelét. Nyugdátnak csak annyi dolga volt, hogy egy szundi buborékot dobott bele, illetve nem engedte Selfie-t a csillagdeszkákkal közelebb, hogy bármit is segíthessen. Ez egy vert helyzet volt azon igen. A ponton, hogy Fiora megkapta a Gletscher Burtont. Csacsi meghalt volna, hogyha az a Burton nem talál. Igen. Egyrészt azért, mert még ugye Zekkel volt elfoglalva Csacsi, és nagyon sok életedet beszédett ugye a Pride segítségnek köszönhetően összességében Smitty J, és az előbb már elvillantották Csacsit. Ez tuti, legalább egy szép ütőgyilkosság lett volna az H2K-nek, de hát Pride. Szedzsvenél mindenkivel bele szólt a buliba, és ez a bizonyos fal, ami segíthet Zoe kevésbé szorgos, meg szapor a lábunkájának lassításában az elkapásainál, de még erre nem volt példa. Pride jön közben Selfie-re, neki még azért van tojás, az nem esett végül ki belőle. Zoe sebzés, nem piskóta, itt van Vendor is még pluszban, az halott madár. Smitty J pedig már oda se lép inkább a közelébe, elbúcsúztak. Aniviától, és ez már 4-0, és sokat beszéltél Livius az északi jungle-nek a tejhatalmáról, amit itt fölépített magának Pride, fosva rohangál benne az H2K. Nem mernek konkrétan annyira bemenni, amennyire kéne abba a jungle, de hatalmas a sebzés, pedig ott az akarat Promiscuion. És még jöhet egy nyugdák sebzés. Nem, közel volt talán. A gagyi sztárhoz, de végül nem talál. Nem bizony, illetve azt se felejtsük el, hogy Sheriff kevés sem volt, hogy életben maradt. El kellett használni a gyógyítását, és való igaz, szerintem Kédről a felsőség dzsungel részéből csak a pengecsőröket hozta el ezen a mérkőzésen, semmi mást. És 2v1-ben kezdeményezett, tehát hogy tudta, hogy jönni fog Vendor teleporttal. Itt van Csacsi. Épésső képesség, aztán pedig jó ét kedvezzek, de ez még itt éppenséggel szerintem nyugdák halála kéne legyen. Jaj. Nem, így nem. Amikor bejött ez az új pattanyunk végső képesség, én is csináltam ilyet. Hogy így, te hallod vissza a farkasokat valahova? Milyen istenem? Jó, volt ilyen, de hát
Nézzük csak. Nézzük, ugye Pride-ot nem látják, Cade-ről eltávolodik, és itt van egy kis hiba, selfie. Itt már elindul Cade-ről az ugrásra, hogy Csacsit büntesse, és selfie-t akkor kapják el. Csacsi megjön, így tojás formában esélytelen Anivia, hogy segítséget kapjon, és igazából ez egy vert helyzet volt. Abszolút lemaradt Cade-ről arról, hogy selfie-re rákezdeményezett Pride. Azért szorgosan a zsugyárákat mindig kinyílt. Erre bezzek súlyt? Azt akartam, hogy pont mondani, ez egy 2 évvel ezelőtti visszajátszásnál, ugye amikor meghalt toboznál a Zek, akkor végül ugrásra hozta el azt a vöröset, nem sújtással. Lehet, hogy pont az az életerő lett volna az, mert a sújtással hozza el, akkor elmegy a tobozzal ő is selfie-vel. De a sútyirákat lesújtja! Az Isten! Hát igen. Izéjét. Azt se felejtsük, hogy Anivianak most nincsenek még meg a tárgyai, mert szüksége van. Persze épül már a korok pálcája, és már jelzőket is gyűjt rajta. Selfie, viszont nincs stopper órája. Villanásra most éppenséggel van, ezzel életben maradhat, de amint ezt elveszik tőle, Anivia a legkönnyebben büntethető célpont jelenleg az éjstukéből. Az alsó ösvény lövészei, mondasz, az alsó ösvény sebzés horozói, Sheriff és Upset még igazából abszolút ilyen brawlint játszanak, még nem igazán vettek részt semmiben, ami a játékban történt, csak minionokat gyepáltak. Jó munkás embereként dolgoztak egész nap. De előbb-utóbb eljöttünk ahhoz a ponthoz, hogyha Pride-ból indulunk ki, és a Sejuani-ból, akkor talán Tristan lesz az, aki sokkal-sokkal több lehetőség, sokkal több pozícióba fog tudni majd lőni. Nem. Azért a Pride-nek is most már elég lesz. Hát azért van a megalázás, meg a pofádlanság, de van a kettő egyben. Aha. Az lett volna Pride-tól, hogyha ezt a vöröset is elhozza. És még el is megy. Ez most nem sikerült. Ez most nem. Upset egyértelműen előbb lesz erős, neki már azért egy tárgyra van szüksége, hogy igazán sebzést osszon ki. Meg talán mondjuk azért egy utolsó leheletet is megelőlegeznék neki, mert Promiscue, illetve Cade-ről bántani kell. A nagy kérdés az, hogy Vendor mennyire tudja megvédeni Smitty J-től, ugyebár Upsetet, mert fiórát azért nem könnyű levakarni, és hogyha jól védi ki a harapós fajot, akkor a jelzők gyűjtése is lassú lehet. Ez mindenképpen fontos pont. Sheriffnek viszont még több időre van szüksége. Nyilván egyértelmű hátránya abból a szempontból, hogy Upset majdnem stabilan 30 farmal előtte van. Igen, Sheriff stabilan. No, de azért a statikus töltőpenge, meg a határtalan penge. Volt egy híres youtuber amúgy. Hopkapé. Tudod, akik 6-szor bannoltak. Ő mondta, hogy Zedre csak pengéket kell vásárolni. És akkor te lesz a legjobb. Na most lehet, hogy Tristan is van egy ilyen szabály, de egyetem, hogy két abszolút számára alap tárgyat másolhat meg. Venni fog még egy ágyút is most, úgyhogy... Hát, hogy a viharban ne venni ágyút? Ez felborul. Hát ő maga egy ágyú. Igen. Úgyhogy csak gyorsabban tüzel tőle, értem a lényeget. Igen. Igen, egyetemben jó tárgy számára szintén. No, de azért most már lassan belemeltünk abba a gondolkodásba, hogy mik az esélyek arra, hogy az éjstöki elkapja azt a fonalat, amit még éppenséggel keresgél, mint Tom és Jerryben régen annó Tom. Hogy a viharban lehetne úgy kezdeményezni ezt a bizonyos csapat harcokat. Már ha tud kezdeményezni, lásd, mi csak egy darab volt ebből két rölt, ez az alsó esélyen rajtaütésnél, Csacsi és Smitty J került egymás kicsikét, belalkattak zavarnak a gondolatomba, de az biztos, hogy még az Istuké nem indított olyan jellegű támadást, mely számukra bármilyen módon is kedvező. Igen, mert és indokolatlan. Így... Igen. A jelenlegi helyzetben a kompozíciókban adóan nincs értelme harcolniuk, mert veszíteni fognak. Nincs meg az Anivia sebzés, nem gyűltek össze a jelzők sem, nincsen Arkangyal pálcája, Sheriffnek nincs elég sebzése, és nézd meg, Fiora és Kemil harc, Kemil előnyben. Amit Fiorának kéne elvileg megnyerni a nagy kihívással, X-nek ultimátum, Csacsi lép visszább, jó, még a kábítás visszább lép, Szintzsinek pedig van villanás, ott a kontravillanás, Csacsitól közben, mégis életerő, lassítás, ez pedig így csodás lehet. Nem. Igen. Falhorog. Szomorú. Ez csak azért nyerte meg Csacsi, mert 2-0 van Smitty J-jel szemben. Itt, hogyha ugyanannyi tárgyuk van meg erejük, akkor meghalt volna. Apá! 2-2! Pierce pattanjunk! Még nem jött össze kérdőleg egy jó pattanjunk képessége, hát ez... Alistair pedig akaratban áll, és Sheriff is csak most fog tudni kibontakozni. Zack még próbálkozhat. Jó a sebzés Pride-ra, de nincs gyilkosság. Hátul pedig nyugdák köpködni a népet. Na ne! Már tojásban Anivia, bűv! Azt hallott. Vendor, Sevastok! Alaptámadás, Vendor, a Vérbraum, így van. A bajszos betyár. 5-0 Schalke, jön Cade-ről, megint csak ugye Braum a célpont, kifáraszt a Sheriff, végre lőhetne egy jó pozícióba, azt akkor aludjál. Ez viszont a rákfenéje az H2K-nek, hogyha oda tud állni Vendor Sheriff elé, akkor kizárólagosan selfie lesz az, aki sebzést tud kiosztani. Ez nagyon-nagyon nagy gondja jelenleg az H2K kompozíciójának, hogy egy Braummal meg lehet fogni a nagy részt a sebzésüknek. Kogmónak nagyon sok időre van szüksége és nagyon sok tárgyra.
ami az a 30 farm előny már 40-re nőtt közben upset javára. Tehát ez egy eléggé komoly baj. Illetve nem halt meg senki a sálkéből. Tehát annyira jól kiszámolják ezeket a harcokat, Csacsi olyan helyzeteket él túl, amik a Smitty J nem képes. Ja, és itt pedig ugye Promiscue az, aki egy kis bajba kerül, a területetlen akarat 55%-os sebzés redukáció, tehát az ugrás szép, upsetnek kellett elmenekülni, és ezt figyeld, Nyugdek egy kombóból fogja tojássá változtatni a madarat, jó, egy alaptámadás kellett még hozzá, oké, ismerjük el, ezt még egyszer eljátsza egy kis altatással, Verik Vendor megérkezik, és BOOM! Milyen jó, hogy kisebb lett a újrahasználás ideje ennek a Q-képességnek. Szóval, köszönjük szépen! Ez pontosan nem elég két kombó, ja, de... Na mindegy, 5-0 a Sharkének, megvan az 5K arany előny is, megvan a két sárkány is, jöhet a harmadik, mindenből egy kicsi, pokoliból kettő, és itt van Kédről is, itt van Smitty J is, begyűlhet a nép, akár még csapatharc is nem lesz. Pride sújtja el, sokkal fontosabb célja van a Sharkének itt, mint hogy harcoljon a sárkányért, persze ingyen adták, hanem hogy menjen a T2-es toronyért középen, és akár az inhibitorok ír is, nincs miért most még hazamenni. Nincs Baron? Bizony. Viszont a Baron Nashor körül a rálátást biztosítania kell a sálkének, mert az gyors Nyugdek. Volt. Nem volt lekövetés, ezt viszont nem látta a jelenlegi helyzetben Sheriff, hogy Nyugdek nem akart igazából csillagdeszkát oda dobni. Ez egy kicsit facepalm stopper óra. Hát jobb félni, mint megijedni. Hát ő most retteget, nem félt. Szerintem egy a meccs előtt retteg konkrétan Sheriff. És pedig az H2K valamennyire szedi az őrszemeket a saját dzsungelükből. Ez azt jelenti, hogy Sheriff végre kaphat egy vörös erősítést, és nem Pride hozza el. De a Baron Nashor rálátást biztosította a Schalke, és ennél kijebb nehezen fog menni az H2K, mert itt harc lehet, ha tovább mennek. Nem talál semmi Nyugdekről. Olyan, mint egy AP és ezért beugrás, mondjuk a három felelő, három képességet, jó cseré, és jön Pride közben, az pedig Smitty-nek probléma lehet. Nincs már nagy kihívás, lejárt, ez pedig baj. Megjön Olivia. Ez pedig kuc-kuc, jön selfie, Smitty J még él. Pride. Jó összességben válasz, és Csacsi megy tovább Viorára. Jó, a push sebzés többlet, ez meg is van. Selfie pedig kábul, Csacsi pedig érkezik. Sebzés van éppenség Olivia, de nem elég. Boom. Gyönyörű szép falhorogga be is fejezi kettőzsírikosság. 4-0-2-es Viora. Pontosan a Kemil. Bemutatom nektek a vadállat gépezetet. Persze Pride folyamatos jelenléte nélkül ez nem ment volna. Még Fiúra lefejezte volna önmagában 1v1-ben, mert Fiúrát megmondtuk, hogy jobb, mint Kemil 1v1-ben. Főleg ezekben a percekben. Hát ezért nem kell 1v1-ezni vele. És időközben Kédről is meghalt, Upset valahol szerzett egy gyilkosságot, mivel még láttuk az alsó akciót. Tehát a Baron Nashorra nyugodtan kifordulhat Upset, illetve ugye Vendor párosa, hiszen a Baron nem tud elég sebzést kiosztani rájuk. Sújtás nincsen, Csacsi jön még kisegíteni a végén őket, megjön Pride. De sújtani biztos, hogy ő fog, hiszen Kédről csak most élet, a Baron Nashor ingyenes, a gyilkosságok zseniálisak, és Csacsi kicentizi ezt a kemény játékot. Na nézzük, hogy is alakult ez a visszajátszás. Ugye ez a középső ösvényes harc, amit mi nem láttunk. Megy előre Nyugdák, nem tud senkit. Kédről megy előre, és itt már lő a Tristan a fájás sebzés vendorugribe, és a pattanyunkat megint elhibázza Zek. Itt közben Csacsi lemészelt a Smitty J-t, és nincs lehetősége. Egyszerűen Kédrőlnek a Zekje túl sokat hibázik ma. Ez pedig a másik harcunk. Smitty J-t hazatérés közben fogja érni Csacsinak a falhorga, így nincsen reagálás a visszavágásból. Viszont a nagy kihívás egyből jön. Nyert egy kis időt az ultimátummal, így Pride ide tud érni. Itt lesz megint egy szép visszavágás, amivel a mély fagyasztás végül megkapja ennek ellenére. Smitty J fordul a teleport, tökéletes időben érkezik Selfie-től. Kábítja azonnal Pride-ot, így viszont jöhet a sebzés. Selfie azt hisz, hogy őt ütik, de ez nem így van. Na megint harc. Ez pedig ugyanez a harc még egyszer, csak most én hátra Tristan meg egy Pride, ez már 3v1, nem is 3v1. Ouch. Jézus, a mellé ment ez Pride-tól, de Smitty J minden lépésére szánt valami csomagot, valami ajándék csomagot a Schalke. Igazából a recept ugyanaz. Teleport. Meg kell dögölni ennek a fiúrának. Összességében ez egy halott vendőr, de ő támogató játékos, jön Csacsi, jó herő, ez aztán upset szabadon lőhet, Sheriff. Figyeld! Sheriff majdnem bele is dögli, Promiscue bajban, aztán pedig fagyasz a Kédről, jön még Nyugdek is, jön az a bizonyos vágóhíd, Zeknek lőttek, Alisztának lőttek, Selfie-nek pedig jó selfizés, mehez Tarika haverkodni, ez összességében 4-0-ás csere, pontosabban vendőr bedobható, szóval 4-1-es, de ugye mivel az ász is megvan a végén, hát egy inhibitor hozzunk el. Miért is ne? És az egész harc úgy kezdődött, hogy Vendort megölték brutálisan, viszont annyira szép harapófogóba zárt őket a Schalke, hogy esélyük sem volt az H2K-seknek itt bármit is hozzászólni. Sheriff csak menekült Csacsi elől, semmi más nem tudott hozzátenni a harchoz, és még így is belehalt. És akkor még teleport is húzza a Mirisnél. Van egy Smitty J-ünk csak, 8 másodpercig nincsen Zek, ez pedig 3v1 lenne, ha nem ennyi Super Minions, akár 10v1-ben játszik most éppenséggel Fiora.
Fiora. Miért mondom mindig Fiórát Kemirre? Nem tudom. Kamilla is lehetne pedig. Téketes alsó sintoron is. Fönt már régóta nincsen. Összes téketes tornya bukott. A középső ösvény, inhibitorát, védőtorony is el van bukva. Inhibitorok még vannak. Na nézd, mondd a visszajátszás. Vendor ugye túlságosan is hát egyedül sokat facecheckkel, és így le tudják őt törölni, de sok mindent kell behozni. Pride-ot behúzzák, viszont a pattanyukat Pride-ot viszik be egyedül. Mi történik ennek közvetően? Upsetet nem lehet lekövetni, mert már nincsen kombó rá. Semmi más nem történik a harcban, mint Upset ledarálja az egész éjstukét, amíg megérkezik Nyugdák. Ott hátul látszik, hogy miközben mészárolnak az éjstukének az első sorát, Csacsi egyedül zónáz a kis Sheriffet, aztán egy Q-val fogja felszúrni a lábára konkrétan. Az éjstuké szét volt zilálva, és minden kombót elnyomtak. Arra, hogy Pride-ot megállítsák. Upset meg azt, hogy ja, akkor előreugrok, és agyon lőtte az H2-t. De mindent úgy kezdett, hogy a selfie-t dobta Odil, tehát neki nem volt válasz lehetőség, hát ő igen. Is elkezdesen lőni, pedig ott van a düpengés kogma. Az sem rossz azért, ő is tud mindenképp sebezni, csak nem akkor, hát mikor a távolság meg... elvész. PTJ pedig... Úristen. 0-5. Tehát a terv addig jó volt, hogy Führer majd szétlek a scale-elni azt az egész csapatot, mert mindenkivel egyében jó lehet, csak az... Most nem szóló Q. Hát igen. És még mindig uralja az őrszemet ott éjszakon a Schalke csapata folyamatosan. Tehát Sweetie J kb. Néha úgy megy kifarmolni az ösvényre, hogy mit tudom, hogy mi van a bokorban. Hát majd valami kijön. Valamit úgy is találunk, mindig. Hát ötször valamit meglátott, mi volt. Ő tuti sosem magányos, tehát neki nagyon sok barátja van, akik ellenfelek, de... Hát igen. Az inhibitorok eltávoznak, és ha jól látom, ez a harmadik lesz pontosan. Sweetie J nélkül harcolni az H2-nek nincs lehetősége, de vele együtt sincsenek túlságosan kisegítve. Az egyetlen előny, hogy nincs baronna sor már a Schalkén, de nem vagyok benne biztos, hogy erre szükségük van. 15k hátrányban, 14-1-es gyilkosság arányban, 29 perc, 3 sárkány, 9 torony, mit tudom én, mi van még összességében a Schalkénél, mint előny. De rengeteg mindenhez lehet hozzá nyúlni, és igazából így, ha már az inhibitorok bedöltek, mondhatni, hogy kvázi Jézusom, az egy tankra lőtt igen. Sebzés volt összességében Upsettől, ami nem kevés. Nexus tornyokat lehet éppenséget döntögetni, villan, mint Promiscue, mint Smithy J, senki nem tud ölni. Alistar halott az akarata alatt, az pedig Tristan a végső képesség, majd villanás, meghal végül Smithy J is, nincs több veszély, ami Upsettre jöhet. Nyugodtan lőheti a tornyokat. Ez ennyi. Senki nem fog már rászólni, semmilyen módon sem. Schalke no fear, H2K. 30 perc alatt is, még egy pár másodperc kellett ahhoz, hogy rommá alázza. Már bocsánat, az H2K csapatát ebben a mérkőzésben, mert végig uralom volt Pride-nál, végig volt a játék. Igazából Zekkel rajtaütést nem mondanék, 24 percé pedig rajtaütést csinálni az alsó ösvény, az pedig már nem az. Hanem lejöttem, benéztem, elmentem, meghaltam. Egyszerűen, ha csak Pride-ból indulunk ki, akkor is fergeteges előny volt összességében a Jungle játékban, a rálátásban. Sorolhatnám én miben, az, hogy Zoe lehet nyugdatlan, azt pedig meglátok, mivel jár. Igen. És lehet mondani, hogy Csacsival volt a szerencse is, ez egyszerűen így igaz, de azt ne felejtsük el, hogy például amikor megérkezett ugyebár Anivia és Sejuani is abban az 1v1-be, így lett 2v2, akkor az utolsó ütést úgy érte túl Fiorától, hogy a W-re pont bejött a Kemilnek a pajzsa, és csak ezért maradt életben az ütés előtt, onnantól kezdve falhorog és le lehetett mészárolni. Tehát nagyon kicentiszte Csacsi a Kemilben rejlő lehetőségeket, és végre egyszer Pride segített neki. Eddig folyamatosan azt láttuk, hogy egyedül volt a felső, és ilyen tegnap láttuk a statisztikát, hogy a 7. helyen van a felsősvényes segítésében Pride. Most ezen a mérkőzésen ráhelyezték Csacsira a hangsúlyt, és jól sült el. Annyira zokon vette azt, hogy 7. helyen van Pride. Ja. Az egész játék felső részét elfogadta Pride, nem csak a felső ösvényt konkrétan. És az legyen a saját, nem az ellenfél jungle és még a felső ösvény is, mert tényleg nagyon sokat láttuk. Az első két vörös lopásnál is részese volt, a harmadiknál majdnem. A negyediket kapta meg csak Sheriff. És persze egy párszor fölment ébessége még a rajtaütés is ugye kivitelezni összességében Sweetie J-jel szemben. Ez nem is tudom, hogy mi a legszebb szó rá, de túljátszotta és abszolút át és megjátszotta a teljes H2K csapatának összes lehetőségének tárházat. Egyszerűen csak így áthúzta a Schalke és domináns játékot hajtottak végre, ami nagyon egyszerű, ezt mondani, dominánsak volt, de tényleg nem volt olyan H2K ötlet, iklet, amiben bármi gyakorlati munkát tudtak volna. De nem csináltak semmit. Nem tudtak hol rajtaütni, nem tudtak hol megint, nem tudtak hol tervezni egy támadást, vagy a hírnök. Uh-huh. A hírnök, híreket önök fölhozni, a hírnök megvolt, azzal mentek egy alsó ösvény torony cserére.
De más támadást igazából csak Smithy J indított, amikor elment párhuzamos ösvénytolásra. És igazából nagyjából ennyi. Csacsit próbálták meg többször megbüntetni, ő viszont remekül élte túl ezeket a helyzeteket. Egyszer sem halt meg. Nem. Tehát, hogy vagy háromszor volt kevés életerőn, és utána már azért megöt, az terák volt. Tehát, hogy biztos legyen, hogy ő azért nem fog belehalni, de nem tette meg. És alapból már az első gyilkosságos érkezés olyan volt, hogy 1v1-nek indult, és egy 4v2 lett belőle, amit elveszített az H2K. Onnantól kezdve pedig nem engedte a sárk, hogy az H2K kompozíciója kinője magát. Nem volt lehetőség, hogy Anivia és Kogmo sebezzen, és nekem Anivia még mindig nem tűnik egy erős hősnek a jelenlegi metában. Hát most ezzel a tárgyválasztással nem is nagyon tűnhetett erősnek, mert azért neki nagyon kéne a könycsepp. Sok okból kéne neki a könycsepp, de nem igazán volt rá lehetőség azt megépíteni, meg ahogy már előbb is kifejtette te is, ez a játék most a Sánka játéka volt, és az H2K pedig el kellett szenvedni ezt a vereséget. Egyrészt statisztikai alapon is, tehát ez egy kötelező meccs volt, ahogy mondtad. Most már kimered mondani? Veszélyesen jelentetted kezelején, de most már én is kimerem jelenteni. És ez a különbség most a két csapat között látszódott. Ettől függetlenül az, hogy nem tankos felsősényes játékos játszott sem Csacsi, sem pedig Spidigy, annak én külön örülök, függetlenül most az H2K-től elveszette igazán a mérkőzését. De hölgyeim és uraim, elmegyünk egy jó szünetre, de előtte szeretném megköszönni Zimiarionnak a 9. havi feliratkozást. Isten éltessen 9 hónap után. Szünet, 10 perc, jövünk vissza, addig is sziasztok!